Január végéig vadásszák a gímszarvas bikákat az erdőkben, február végéig pedig a dámszarvasok elejtésének van szezonja. Ez azért is van így, mert ezt követően már alig-alig található olyan vad az erdőkben, amely terebélyes agancsal rendelkezik. Ebben az időszakban ezek az állatok természetszerűleg elhullatják trófeájukat, gyakran azonban ezt a folyamatot szándékosan idézik elő az emberek. Nyilvánvalóan ott van ebből igazán komoly gond, ahol ezt üzletszerűleg foglalkozásként űzik honpolgáraink, és egész nap az erdőben járkálva zavarják a vadat, űzik, hajtják. Még olyan is előfordul, hogy szándékosan egy kicsit megzavarják, hogy hát ha ugye ez a nehezebben leváló agancs ugye a futás közben leverődik az állat fejéről, és ez azon túl, hogy gazdasági kárt okoznak a vadásztársaságnak, vadkárt is okoznak, hiszen egy ilyen meginduló szarvas rudli egy vetés és nagyon komoly taposási kárt tud csinálni, illetve amiket láthatunk a televízióban, hogy az autók előtt átszaladnak ugye a szarvasok, adott esetben ebből is adódhat, hogy a megrémített csapat ugye menekülni próbál. A területet zavaró agancsozók ráadásul a közlekedést is veszélyeztetik, hiszen akár egy több tucatnyi egyedből álló megriadt szarvas csapatot is kiterelhetnek a közútra, ami tragédiával is végződhet. A tevékenységet keményebb büntetik, egy szarvas kínzásáért kettő, több szarvas kínzásáért pedig akár 3 éves börtönbüntetést is kiróhatnak. Nem véletlen az sem, hogy sokan könnyű bevételi forrásként tekintenek ezekre az agancsokra. Ezeknek a trófeáknak a kilogramonkénti értéke minőségtől függően 10 000 és 30 000 forint között alakul, ráadásul az agancsok számos módon felhasználhatóak. Két értékét különböztetjük meg, egyik az eszmei értéke, amit a elejtéskor gyakorlatilag a vendégvadász, a bérvadász kifizet. Ez nem csak az agancsnak az értéke, hanem magának az egész élménynek, annak az állatnak a sokszor 10-12 évnyi életteljesítmény, amit meg kell fizetni. Ez egy elég magas összeg, akár milliós kategóriájú is lehet. Amíg a hullajtott agancs már egyszerűen egy szép és jó minőségű csont, aminek nyilván lényegesen mérsékeltebb az ára, viszont felhasználása sokrétű, hiszen a többek között a vadász és erdész ruházaton ugye a gombokat, nyakmantyúkat, késnyeleket készítenek belőle, és hát nyilván mindent általában az exkluzív kategóriában, tehát ez sem egy kis érték. A titkár ugyanakkor beszélt arról is, nem az északkeleti térségben a leggyakoribb az illegális agancsgyűjtés. Elmondta, a jól működő vadgazdálkodásnak köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erdőiben is egyre több a gím és dámszarvas. Az állomány jelentős része azonban egyelőre a dunántúli régiókban található.